akkor a kapusunk hallott két műtel. Figyelj! Szép jó napot kívánok, szép délután. Somogy megye egy felnőtt labdarúgó mérkőzés. Láthatjuk első forduló Balaton Lelle Tabi VSC mérkőzés. Az összeállítás Tabi csapat Pápes Mózes, Kevecki Balázs, Ladislav Krisztián, Tábori Tamás. De mielőtt folytatnám az összeállítást, egy perces fiatal ember, 19 éves és 25 NB3-as mérkőzésen van túl. Nézzük ezt a szabadrugást, nem tudják hol hirtelen hol a labda, majd fölbörgetik, kapus pedig biztosan fogja Dávut. Ki tudja úgy hozni a labdát, hogy ó, Fila Géza nagyon-nagyon csúnyán eladja. Fila Géza rossz beadása. Dávec Balázs, aki forgolódik. Körmendi Kevin gyönyörűen elveszi a labdát. Körmendi Kevin viszi 16-oson belül, Körmendi Kevin lő, és gól! Nagyon szépen csinálta az első félidő negyedik percében Balaton Lelle csapata megszerezte a vezetést, kérem szépen Körmendi Kevin góljával. Nagyon szépen elcsente a labdát, tritolizott hátul a Tabi csapat, és ha már elvitte, be is fejezte. Thank you.
Kiza! Gyamo! Yeah.
Éjeket, jó! Gyerünk, éjeket! És mi az át? Nézzél! Érjél már le! Tedd össze! Ott kell kis! Hol vagyunk már meg így? Baszi, nem hiszem! Balatonlellén játszott a TAB. Milyenre értékelni ezt a mai meccset? A nagy arányú gólkülönbség, ez nem biztos, hogy a csapat jelenlegi felkészültségét is mutatja.
Hát jelen pillanatban jó pályán, Lelle ellen mindig jó játszani, jó csapat ellen úgy gondolom, mi is próbáltunk játszani, néha bele is buktunk, voltak olyan gólok, ami pont ezért, mert szépen akartunk játszani, illetve ki akartuk hozni a labdát, ebből adódóan kaptunk gólokat, de az eredményt még így is azt mondom, hogy reálisnak gondolom, két csapat közt osztálykülönbség van, illetve jelen pillanatban Lellihez képest egy 60 perces csapat voltunk, és az utolsó, vagyis a második fél és az utolsó fél óra látszott is az a kapott négy gólunk. Előre nagyon már nem volt lehetőségünk, és szinte a mi térfelünkön folyt a játék. Ennek ez lett az eredménye. Egyébként az utóbbi bajnokságokban a TAB az általában mindig a bajnokság közepe tájéken, 7.-8. helyen végzett. Mire lehet számítani ebben a mostani bajnokságban a TAB részéről? Általában igen, ez a célunk, ez az 5-8 helyig volt, amikor a kiesés ellen is küzdöttünk. Mikor, hogy, több, kevesebb sikerrel, most a középmezőn céloztuk meg, remélhetőleg a keretünk alkalmas lesz erre, hogy ezt az 5-8. Helyet elérjük. Mennyire adhat bizakodásra okot ez a nagy gólkülönbségű nyert eredmény? Nagyon bízom benne, hogy ez a kezdeti lépés és pozitív irányba fog a többi is megtörténni. Az igazság az, hogy utolsó pillanatig alakult a keret, és hát elsősorban a fiataljainkra tudtunk építeni, és őket tudtuk foglalkoztatni, beépíteni. A második fél időben 16-17 éves srácok játszottak, és nagyon örülök annak, hogy ők helyt álltak. Tehát ez ad bizakodásra okot, plusz az, hogy az első fél idei mérsékeltebb játék, pontatlan játék, 2-1-es vezetés után olyan támadásokat vezettünk, gólokat lőttünk, ami nagyon pozitív. Tehát ebben látom a reménykeltést, és hát sokat kell tréningezni, mert a rengeteg technikai hiba az csak úgy javítható, hogyha tréningezünk. Továbbra is az a cél, hogy ezt a megyei bajnokságot a Balatonlelle az első helyen vegye? Azt mondtam az öltözőben meccs előtt a játékosoknak, hogy nem tudok célt kitűzni, hogy 1-3, 1-5, az 1 az benne van mindig, de úgy gondolom, hogy a soron következő mérkőzést kell megnyerni, és hogyha ezt mindig sikerül megtenni, akkor egyértelmű, hogy mi a végkövetkezmény. Tehát a soron következő mérkőzés, ma este még lehet ennek örülni, holnaptól már gondolatba, kedtől pedig már tevékenyen is készülni a balatoni vasas elleni meccsre, ami lényegesen nehezebb lesz mindez. Egyrészt azért, mert 60 fokba fogunk a műfűvel játszani. Oké, hogy a Vasas is ott játszik, de ő ott edz, ott játsza a szerdai kupa mérkőzését is. Mi viszont először játszunk ott, és az megnehezíti majd a dolgunkat, de nem fogjuk arra, hogyha ott nem fogunk sikeresen szerepelni, viszont már csak arra kell fókuszálni, hogy ott mi lesz. Ott ennél megítélésem szerint többre, pontosabbra, precízebbre, egységesebbre, szervezettebbre lesz szükség, hogy ott is sikeresek legyünk. De az a cél, bocsánat, az a cél, hogy a következő meccset is megnyerjük. Mi a véleménye a bajnokság csapatairól? Tegnap már játszottak mérkőzéseket, például a hetes nagy arányban kikapott, akik ugye eddig azért az élen voltak. Igen, én ott voltam a mérkőzésen, megnéztem, és teljesen megérdemelten nyert a Toponár, nagyon jól játszottak, mozgékonyak voltak, gyorsak voltak, tehát ma nekünk a Toponárra nagyon komoly gondjaink lettek volna, mert azokat a gyors játékosokat nem egy van közöttük, hanem több, azokat fölvenni időbe, lereagálni a helyzeteket, tehát ahhoz kellett, hogy beinduljon a bajnokság, viszont a hetes azért is nem tudott eredményesebb lenni, mert öreguras játékot játszottak, és nem játszott a Balajc, aki ilyen meccseken ebből a hétből, amit kaptak, körülbelül 2 kap. Vagy lehet, hogy jobban meccsbe tartja a csapatot, és akkor egészen más a mérkőzésnek a lélektana. Tehát 1-2-3, így jöttek a gólok, utána összeesett a hetes, aztán a kérdés a különbség volt csak. Gondolok arra is, hogy nem sokára következő utáni meccs Marcalival lesz, ahol sok Lelle játékos is játszik. Ezt hogy lehet jó ízzel végig játszani? Hát az nehéz ügy lesz, mert valószínűleg a volt Lelle játékosok preszt is csinálnak belőle, és én ezt természetesnek tartom. Meg akarják mutatni azt, hogy nekik itt lenne a helyük.
Nem lesz egyszerű. Tehát az is egy egészen különleges lélektanú mérkőzés lesz ebből kiindulva, és nagyon bízom abban, hogy hát azt fogjuk igazolni, hogy jó döntés volt, amikor ők elmentek. Tehát mindenképpen azt is szeretnénk hozni. Nem is tudom, hogy az most itt lesz, vagy Marseille, teljesen mindegy. A Marseille most kikapott 5-0 keresztúron, szóval ez is egy érdekes, nagy különbségű vereség, ezt nem gondoltam. Viszont nekünk majd akkor, amikor odaértünk a Marseille ellen, akkor az lesz a soron következő mérkőzés, de valóban annak különleges lélektani aspektusa van. Ez a mai mérkőzés, ez a nagy arányú gól különbség, és hát a fiatalok jó szereplése is erőt adhat, és látszódott ezen a meccsen, hogy van erő a lellei csapatban. Igen, és biztató az, hogy a fiataljaink így szálltak be, viszont azzal tisztában kell lenni, hogy 30-án elkezdődik az utánpótlás bajnokság is, és lesz olyan, amikor egyszerre nem tudnak mind a két helyen szerepelni, és az megnehezíti majd a dolgunkat. Ott figyelemmel kell lennünk arra, hogy az utánpótlás csapatunk is ki tudjon állni, jól tudjon szerepelni, ezt támogatjuk, ugyanakkor a felnőtt csapatban is. Ezek a gyerekek remélhetőleg nem csak kiegészítő, meg epizód szerepet töltenek be, hanem meghatározó játékosok lesznek. Most mondhatom azt, aki végigjátszott, a Kis Tamás remekül helytállt, aztán a Buzsáki Barna, aki beszállt, a Zsombora, a Szántó Zsombora, aki gólt lőtt, a Biró Botond, aki a végén gólt lőtt, tehát mindegyik jól szállt be, de egyszerre mindegyiket nem fogjuk tudni kivenni a ifi csapatból. Hát igyekszünk majd úgy osztani a mérkőzéseket, a sorsolásnál olyan megoldásokat keresni, hogy ne egy napon legyen a mérkőzés, mert hogyha előtte nap játszik az ifibe egyet, utána 30 percet vagy egy fél időt tud játszani a felnőttbe is, mert az alatt regenerálódnak. Tehát nem úgy vannak, mint a Hege, akinek kell két nap, hogy regenerálódjon.